Köszöntöm kedves nézőinket! Mai stúdió vendégünk dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr, országgyűlési képviselő, akit ezúton is szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és tudott ránk időt szakítani itt a nagy hajrában. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Miniszter úr 2010 óta vezeti a vidékfejlesztési tárcát, hamar elröpült ez a négy esztendő. Hogyan látja, mennyire elégedett az elmúlt négy év munkájával? 2010-ben az volt a célunk, hogy a magyar vidéket talpra állítsuk, hogy növekedjen a termelés, több ember éljen meg a mezőgazdaságból, és ezáltal a vidék egy kis lélegzethez jusson, a gazdák méltányos jövedelemhez, mi pedig jó minőségű élelmiszert tudjunk vásárolni. És hát sok feladatunk van, tehát a munka dandárjában vagyunk, de az elmondható, hogy a magyar mezőgazdaság gyakorlatilag négy év alatt egyharmadával növelte a teljesítményét, ennyivel nagyobb a bevétele. Ez a magyar történelemben egyébként példátlan. Gratulálok mindenkinek, aki részese volt ennek a munkának, gazdáknak, szakértőknek, szaktanácsadóknak, az állami szervezeteknek, mindenkinek, aki a mezőgazdaságért tesz és szívügyének tartja. Nőtt a mezőgazdaságban a foglalkoztatás is, 23 ezer munkahelyen van most több, ez egy rendkívül jelentős előrelépés, hiszen mindig kevesebb ember volt, aki a mezőgazdaságból élt. Mintegy 7000-rel több a agrártámogatást igénybe vevő gazdák száma. A szocialista időszakban mindig csökkent a létszámuk, most újra növekedésről adhatunk számot. És egy másik fontos, tehát, hogy kik azok, akik kész élelmiszert termelnek. 11000-re nőtt a kistermelők száma 5000-ről. És 55000-re nőtt azoknak a létszáma, akik közvetlenül értékesítenek. Tehát nem valamilyen kereskedés részére adják el, vagy feldolgozónak azt, amit megtermeltek, vagy jószágot, amelyet fölneveltek, hanem közvetlenül a piacon adják el. Ezáltal is segítve az, hogy minél több jó minőségű magyar élelmiszert tudjunk fogyasztani. Hát ezek a főbb számok, én talán még összegzésként azt szeretném elmondani, hogy a nemzeti össztermékben is nőtt a mezőgazdaság aránya, és ez most olyan 4,8% körül van, korábban 3,5% volt. Ez a mezőgazdaságra ráépülő ágazatok szempontjából fontos, hiszen a mezőgazdaság alapanyagot termel, de mondjuk az élelmiszeripar, a mezőgépgyártás, papíripar, bútoripar, faipar, a vegyszer és műtrágyagyártás a mezőgazdaságra támaszkodik. Ez összesen a magyar gazdaság egyharmadát jelenti, és ahogy a mezőgazdaság nőtt, úgy a többi is előrébb tudott lépni. Most elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon akkor van gazdasági növekedés, hogyha a mezőgazdaságnak jó éve van, hogyha a gazdák sikeresek. És ez meglátszott az elmúlt években, és hogy amikor jobb évünk volt, akkor nőtt a gazdasága. A gazdasági növekedések egy harmada fele az, ami a mezőgazdaság teljesítményének köszönhető. Exportba pedig most két egymás követő évben rekordot döntöttünk, tehát 8 milliárd eurós kivitelünk volt tavaly és tavaly előtt is, erre korábban nem volt példa. Tehát a magyar mezőgazdaság ledolgozza azokat a hátrányokat, amelyeket 90 után elszenvedett. Egy más formába születik újjá, hiszen lassanként egy generáció távlata választ el bennünket a TS korszaktól, de látszik az, hogy versenyképesek vagyunk, eredményesen tudunk termelni, és kijöttünk abból a helyzetből, amikor 2010-ben azt lehetett mondani, hogy a magyar mezőgazdaság az unió csatlakozásnak a vesztese, az ország is egy vesztes helyzetben volt, egy kudarcos helyzetben, ma agrárbéke van, megnőtt a élelmiszerek becsülete, a gazdák munkáját jobban elfogadja a társadalom, az önbecsülésünk is erősödött ezáltal. Így lehet talán összefoglalni Dióhéjban az, hogy meddig haladtunk előre. Sok gonddal, problémával kell megküzdenünk ma is, de látszik az, hogy aki termel, aki dolgozik, az hozzájut ahhoz a megillető, őt megillető méltányos jövedelemhez, amire szükség van ahhoz, hogy boldoguljunk. Azt mondta miniszter úr, hogy eddig jutott. Meddig lehet majd még jutni? Megvannak a terveink és a lehetőségek is a jövőre nézve. Az egyik az, hogy a termelés biztonsága érdekében egy eredményesen működő agrártámogatási rendszert kell fönntartanunk, ezt egyszerűsíteni akarjuk, inkább, hogy gazdabarátabb legyen, eleve egy mezőgazdaság barát jogi környezetet
kell kialakítanunk a támogatásoknál és a szabályoknál egyaránt. Tehát ez az egyik legfontosabb feladatunk. Meg kell védenünk az ország GMO-mentességét, hiszen akkor keresettek az élelmiszerek, hogyha nem fertőzött GMO-val a terület, amelyen termelünk, és az egyes ágazatok jogi környezetét is rendeznünk kell. Itt jó néhány törvény született, földtörvény, halászati törvény, hungarikum törvény, magyar termékrendelet, de előttünk van például a vadászatra vonatkozó szabályozás, erdőkre vonatkozó szabály, és az a jogi környezet, ami mondjuk egyes területeket érint. Itt a halászat, vadászat, vadhúsforgalmazás, bizonyos ágazatok rendbetétele, ami előttünk áll, ilyen a paprika például, a sertésstratégiát elfogadtuk, a végrehajtásán dolgozunk, a tejágazat kell alkalmazkodni az Európai Uniós tejpiaci liberalizációhoz. Újra kell építenünk a magyar cukorgyártást például. Még sorolhatnám azokat a helyzeteket, amelyeket meg kell oldanunk, de megvan a programunk erre, a Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác terv, amely mentén fel tudjuk használni a forrásokat és el tudjuk végezni a feladatokat egy széles körű nemzeti konzultációra támaszkodva. Ha egy időintervallumot nézünk vagy tekintünk meg, akkor például ugye említette a hazai cukorgyártás majdani újraindítását, ezt milyen időintervallumba tudná betenni? Milyen esély van erre a közeljövőben? Hogyan látják a szakértők? 2015-tel szűnik meg az uniós cukorreform, akkor szűnnek meg a kvóták, és utána nyílik lehetőség arra, hogy cukorgyára képüljenek. Több kezdeményezés is van, így itt a Nagykunságban, a Bátszalókon, Tisza közelségében, ugye ez vízigényes feladat. Attól függ, hogy befektetőket miképpen tudunk majd találni, mert a jogi környezet az biztató, és a cukor iránt is van kereslet. Több izocukorra, kukoricából készített cukorféleségre is van befektetési hajlandóság, de ez egy bár nagyon fontos terület nekünk, a magyar élelmiszeripar fejlesztését, rekonstrukcióját is célul kell kitűznünk, hiszen ahhoz, hogy a piacinkat megtartassuk, ahhoz korszerű termelésre van szükség, korszerű feldolgozásra. És ezért fontos az, hogy a helyi szintű termelés is erősödjék itt Karcagon és a környékben is több élelmiszeripari beruházáson folyamatban, vágópontok például, mini feldolgozók építése, és éppen ma tekintettem meg azt a beruházást, ami a technikum területén található, ahol már a tananyagba fogjuk beépíteni a gyakorlati képzést. Az, hogy aki gazda szeretne lenni, aki mezőgazdasággal foglalkozik, tudjon kezelni mondjuk egy olajprést, egy pálinka főzdét, egy kis pálinka főzdéről van szó, egy lekvár készítés, vagy tészta készítés, vagy egy mini malmot, hogy ne legyen kiszolgáltatva a felvásárlóknak, hanem olyan termékekkel tudjon a piacra lépni, ami egy adott közösséget képes ellátni. Hiszen megnyitottuk a lehetőséget jogilag is a feldolgozás és értékesítés előtt, és a piacok is érdeklődnek. Az embereket vonzák a kézműves élelmiszerek, és látom, hogy Karcagon is többen foglalkoznak helyi termeléssel, feldolgozással. Foglalkoznak helyi termeléssel, feldolgozással. Ugye egyre több termelői piac nyílt az országban is, Karcagon is szerencsénk van, mert itt is van egy ilyen termelői piac. Most is nyílnak még ilyen piacok. Hogyan látja miniszter úr, hogy ezek beváltották el hozzájuk fűzött reményeket? De ugye most, a vidékfejlesztési minisztérium előtt is működik egy ilyen piac, egy vidék mostra. De mintegy 50 piacot vettünk át, termelői piacot 2010-ben, most 117 a számuk, folyamatosan nyílnak, én is kenderesen át fogok adni egyet, ami mutatja azt, hogy van vásárló érdeklődés, mert végül is ez a lényeg, hiszen termelni tudunk, de eladni is tudni, és a vásárló abból válogat, ami ott van előtt. Hogyha nincsen kézműves magyar termék, nincs helyi termék, akkor bemegy a boltba és megvesz mondjuk egy import áruk. Tehát ahhoz, hogy versenyképesen legyünk, ezt biztosítani, és a magyar tömegtermékek számára is fontos, hogy legyenek olyan helyi, jó minőségű, akár prémium termékek is, amik a fogyasztókat orientálják, befolyásolják. Hát, hogyha valaki egy jó magyar füstölt, mondjuk egy jó kolbász vásárol, akkor utána más szemmel néz a nagy élelmiszerláncokban található termékekre, és elkezdik keresni a megszokott magyar ízeket, akkor is, hogyha éppen nincsen gazdapiac. Ezért a kézműves élelmiszerek a magyar élelmiszer termelések a kiválóságait jelenítik meg.
azt a magas színvonalat, ami után az ember elkezd a termékek iránt érdeklődni, és egyre inkább tudatos vásárló lesz. Hát ma van körülbelül 30%-nyi olyan vásárlónk, aki kizárólag magyar terméket vesz. És 70-75% a magyar élelmiszerek aránya a fogyasztásban, ez 2010-ben 50% fölött alig valamivel volt. Ha megnézzük azt, hogy Szlovákiánál ugye hasonló jövedelmi viszonyok vannak mindenki, sok helyi termék is van, ott ma még mindig 50%-on áll a helyi fogyasztás. Tehát az élelmiszerpiac 50%-át külföldiek uralják, akkor látszik a különbség. Ha magyar élelmiszert veszünk, akkor a magyar gazdának ilyen megélhetést a vásárlásunk, hogyha pedig egy dánt, vagy egy hollandot, vagy egy németet, akkor az ottani gazdát hozzuk kedvező helyzetbe a sajátunkra vásárra. Tehát fontos az, hogy egyre tudatosabban vásárolunk, keressük meg a magyar élelmiszert, megtalálható, nem drágább, lehet, hogy egy kicsit tájékozódni kell egyszer, amíg meg nem találtuk. Sőt, a termelőktől közvetlenül is lehet vásárolni. És ahogy említettem, ez azért fontos, mert a kis szériása viszonylag kis tételben megjelenő élelmiszerek is befolyásolják a gondolkozásunkat. És hát ezt mi segítettük reklámkampányokkal is, sertésmarketinggel például. Halhúst reklámoztunk karácsony környékén. Most pedig a bor kiválóságainkat tárjuk a közvéleménnyel, és mozdulik a pálinkák válogatása is. Ezek mind egymásra épülő programok, ezt nem lehet abba hagyni egy pillanatra sem. Érezhető volt ezeknek a marketing kampányoknak a hatása? Van ilyen konkrét dolog, például a halfogyasztás 20%-kal nőtt a hal reklámnak a hatása, de körülbelül ennyi volt a dinnye ágazatban, és volt egy válság 2-3 évvel ezelőtt, elkezdtük reklámozni a dinnyét, a nagy marketek is érdeklődtek, vásároltak dinnyét, sőt exportáltak is, és ott is évente 15-20%-kal tudtuk növelni a vetésterületet, illetve a gazdák is nem adták fel a dinnye termelést, egészen jó évük lett egymás után kétszer is. Tehát ez ennyit képes emelni. Most az a 15-20% az a lét vagy a nem lét kérdése. Az az a plusz bevétel, amitől valami nyereséges lesz, vagy ráfizetéses marad. De például ide tartozik, amikor a négy mancs támadta a vízi szárnyas ágazatot. Sikerült megmenteni. Összefogtak az érintett szereplők, lefektették azokat az együttműködési elveket, amelyek mentén a szabályokban, az állattartás módjában, a piacnak a megtartásában együtt tudtunk dolgozni, és ennek az eredménye az, hogy megmaradtak ezek a termékek, sőt kedveltek lettek egyébként belföldön és külföldön egyaránt. Közeljövőben milyen élelmiszer marketingre számíthatunk? Elárul-e valamit a kulisszatitkokból? Hát kettő zajlik egyébként, bár nem kifejezetten ilyen keretek között. Az egyik az akác és az akácméz. Ez azért fontos, mert az Európai Unióban egyesek meg akarják mondani azt, hogy nálunk milyen fák nőjenek. Hát ez a mi dolgunk, az akác, az itt Karcagon különösen elengedhetetlen része az életünknek. Szerintem mindenkinek van akácfája, ha máshol nem a háza előtt. És az akácméznek indirekt módon, meg a méznek ez egy reklámot gerjesztett ez a folyamat. Érdemes a következő ciklusba, remélem a választók támogatásával és a Jóisten segítségével megadatik, betennünk egy olyan programot, ami a mézes reggelire vonatkozik. A szlovének már csinálják, hogy minden gyerek egy héten egyszer a reggelinél kapjon mézet otthon, vagy a gyermekétkeztetésben, és akkor megismeri azt a különleges ízvilágot, amit a méz jelent, meg egészségileg sem mindegy a dolog. És ezáltal tudjuk segíteni a méhtartókat, a mézzel foglalkozókat, hiszen ez egy egész iparág, a mezőgazdaságra ráépül, jól tudjuk, a mézeskalástól kezdve a méhviaszgyártyán keresztül sok minden, illetve az akácot is, ami épület, fa tüzelő és erősítése is, vannak olyan helyek, hogy csak akácsal lehet sort keríteni. Ez az egyik termék. A másik a pálinka, ahol Brüsszelbe támadások várhatóak szintén, a magyar pálinka felszabadítása 4 évvel ezelőtt történt, hogy a gyümölcsöt ne hagyjuk kárba veszni, főzzünk belőle pálinkát. De egyébként lekvárt, meg a gyümölcsök egy részében szörpöt is lehet, ott is csipszadóval szorítottuk vissza ugye a kutyúmányokat. Tehát a pálinka és mögötte a gyümölcstermelés elleni támadás van kibontakozóban. Mi most egy pálinka országkóstolót tartunk, és ott a legjobb
főzéknek a pálinkáit tudják erre hivatott zsűritagok rangsorolni. És így az ország egy könyvben megkapja a pálinka kiválóságainkat. Össze lehet hasonlítani termőhelyeket, a pincéket, illetve a főzdéket, a pálinka készítőket, manufaktúrákat, és ennek alapján lehet kiválasztani azt, hogy ki mit szeretne fogyasztani, vagy ajándékozni, ki mit gyűjt. Ez azért is fontos, hogy a pálinka, ami hungarikum, nemzeti italunk, az jelenjen meg előttünk a legjobb formájában, a legkiváló válogatott formában, és így elő tudjuk segíteni azt, hogy megvédjük, hogy ki tudunk állni mellé, hogy igenis, ez egy minőségi ital, sok munka van benne, és a megvédése, a benne lévő értékeknek a kiemelésére érdemes. Miniszter úr említette ugye, hogy bántanak bennünket az akác miatt, akkor bántanak bennünket a pálinka miatt, hát bántanak bennünket még egy valami miatt, ugye május 1-én életbe lép az új földtörvény, a földforgalmi törvény. Miniszter úr, különböző újságokban vagy újságnak nevezett kiadványokban, akár karcagról is beszélhetnénk, érték kritikák ezt a földtörvényt, illetve az ő munkásságát. Röviden foglalja nekünk össze, hogy mit is jelent ez az új földtörvény, miért lesz ez nekünk jó? Az új földtörvény deklarálja azt, hogy Magyarországon a magyar földműves vásárolhat földet. Tehát az, aki helyben él, az adott településen gazdálkodik, vagy egy 20 kilométeres körülbelül mondjuk a szomszéd faluban. Ők vásárolhatnak földet, különleges államilag elkészített nyomással, jellel ellátott papíron kell a szerződést megkötni. Egy helyi földbizottság jogosult arra, hogy vétóval éljen. Tehát, hogyha nem kívánatos spekulásról van szó, akkor megátolja a földvásárlást. Egy hatósági engedélyezési eljárás is van, amiben lehet ellenőrizni, hogy az adatai hitelesek a földvásárlónak. Tényleg földművese, tényleg helyben lakik-e, mert tényleges helyben lakás szükséges. Egyáltalán, mint földvásárló szóba jöhet-e. Tehát egy elég alaposan kidolgozott rendszerről van szó. A támadások több irányból jönnek. Az egyik a külföldieké, például az osztrákoké. Hát ugye, ha ez a földtörvény külföldiek számára kedvező lenne, akkor nem támadnák. Akkor hátradőlnek a fotelban, de támadják. Ennek a függvényében azért érthetetlen, az én láttam itt az egyik ilyen helyi kiadványban is, hogy eléggé megalapozatlan kritikák érik a földtörvényt. A Jobbik az már régóta hangoztatja a kifogásait. Itt két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy nem olvasták el a törvényt. Én ajánlom mindenkinek a figyelmében, nem könnyű olvasmány, de menni fog, tehát egy párszor el kell olvasni, és akkor meg lehet érteni. A másik az, hogy értik, de kiforgatják. Ugyanis van egy olyan érv, hogy a földtörvény lehetővé teszi azt, hogy mondjuk az összes uniós állampolgár, aki jogilag nem minősül külföldinek, az földet vegyen. Hát igen ám, de ahhoz helybe kell laknia az adott településen, ott kell földműveléssel foglalkoznia, ténylegesen, tényleges helybe lakás, tényleges földművelés, és a helyi gazdabizottságnak is meg kell szavazni, az kikből áll a gazdabizottság, kikből fog állni, helyi termelőkből, akik jelentkeznek a gazdák névjegyzékére, és a gazdák saját soraikból fogják őket megválasztani. Olyan ez, és nem bonyolult dolog, az elvi alap az kristálytiszta. Olyan ez, mint a gépkocsi vezetés, hogy elméletileg mindenki vezethet gépkocsit, de a gyakorlatban csak az, akinek megvan hozzá a jogosítványa. Ezért aztán jól tudjuk, hogy nem vezet mindenki gépkocsit. Itt is pontosan erről van szó, hogy elméletileg persze lehet földet vásárolni, de az a kérdés, hogy gyakorlatban ki tud, és gyakorlatban csak az ott élő, helyben élő magyar ember tud földet venni. Azért fontos ez, mert pontosan fordított a logikája. Azért van ebbe egy kis kun észjárás, és fordított a logikája, mint a mostani törvénynek, mert a még hatályban lévő régi földtörvényben benne van a tiltás, hogy külföldi EU tagállami állampolgár se vehet földet, de nézzük már meg, hogy több százezer hektárt vettek meg zsebszerződéssel osztrákok, legfeljebb nem telekkönyvi tulajdonosok. Hát ennyire megyünk az általános tiltással, mert nincsen gyakorlati akadály. Az új földtörvény egy gyakorlati akadályt épít be, és ezáltal lehetetlené teszi azt, hogy a külföldi tagállamon belüli, tehát uniós állampolgár, vagy Kínából, vagy ki tudja honnan, Indiából jövő vásárló földhöz jusson. Nekünk ugyanis az a célunk, hogy a magyar földet megvédjük, a gazdák földtulajdonát segítsük, mert ők azok, akik ténylegesen földet művelnek, pontos, precíz, gyakorlati akadálypályával.
Én azt javaslom itt a jobban jártas érintetteknek, akik ugye megfogalmazták a kritikáikat, hogy írjanak egy föltörvényt. Írjanak egy jobbat. Írjon a Jobbik egy jobb törvényt, nézzük meg abban mi van. Erre nem került sor azért, mert a Jobbik államosítást akar, azt akarja, hogy a Szent Korona legyen a földtulajdonos. Én tisztelem a Szent Koronát. A magyar nemzetet jelképezi, 1100 éves történelmünket foglalja keretekbe. No, de ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi földtulajdonosok földhasználók vagy haszonbélők lennének. Nem lennének tovább a földjük tulajdonosai. Ki kell állni az emberekkel és azt mondani nekik, hogy emberek, ti holnaptól, ha a Jobbik nyer, akik az újságban is ugye írogattak itt, kiadványban írogattak egyet-svást, hogyha ők nyernek, akkor nem lesz földtulajdonatok. Hát ez a különbség. Mi azt mondjuk, hogy meg kell védenünk a földműveseket, azokat, akiknek földtulajdonuk van, magyar embereket, nem elvenni tőlük. Ez a dolognak a lényege, de hangsúlyozom, szépen el kell olvasni ezt a földtörvényt, biztos menni fog a megértése némelyik önjelölt földteoretikusnak is. Egyébként, ha már itt tartunk, mondjuk ennél a kiadványnál, ugye leírják a kritikáikat, de ugyanakkor meg is dicsérik miniszter urat, hiszen azt írták, hogy Szent Istvánnál jobban teljesít a miniszter. Hát én nagyon szerényen tekintek vissza erre a négy esztendőre, István király, a magyarság csodálatos egyénisége, államalapító szent királyunk, nem hiszem, hogy bele kellett volna keverni ebbe az írásba, akár személyemmel összefüggésben, akár más vonatkozásban is. A viccet félretéve. Miniszter úr, hogyan látja, hogy Európában nem létezik a miénkhez hasonló szigorú földtörvény? Tehát miért vagyunk mindig a fókuszban? A mi törvényünk az szerintem a legszigorúbb Európában, de vannak azért trükkös megoldások máshol is. Tehát próbálja meg valaki mondjuk Tirolban, vagy az elcsatolt nyugati határszélen földet venni. Ezzel már kísérleteztek néhányan, senkinek sem sikerült. Olyanok vannak, hogy nem is válaszolnak a beadványára azok, akiknek el kell bírálniuk, vagy egy franciáknál próbáljon valaki földhöz jutni. Minden állam védi a tényleges mezőgazdasági termelőit, a gazdáit. És mi is ugyanezt tesszük. Nem azért, mert mások teszik, az csak egy hivatkozási alap, azért, mert ez alapvető nemzeti érdek. És ebben a szellemben dolgoztunk 4 éven keresztül, hogy minden nemzeti érdeket a mi kormányunk fölvállalt, az új alkotmánytól kezdve, amely kereteket ad a mi népünk mindennapjainak, a kettős állampolgárságon keresztül a kétharmados földtörvény, a GMO-mentesség, ez mindegyik olyan, és még sorolhatnám, mindegyik annyira fontos, hogy a jövőnk szempontjából, a jelenben a boldogulásunk, a jövőnk szempontjából is elengedhetetlen. Tehát enélkül nem tudunk megmaradni, nem tudunk termelni, nem tudunk méltányos jövedelemhez jutni, nem tudjuk fönntartani a magyarságot, hogyha ezeket a kereteket nem tudjuk megteremteni és megóvni. Ha visszagondolok az elmúlt 4 évre, akkor amikor miniszter urat beiktatták, ugye az előbb elmondta, hogy attól függ mindig a mezőgazdaság teljesítése, ugye, hogy milyen az időjárás. Én emlékszem, akkor csónakáztunk együtt egy ilyen gyakorlatilag megáradt folyón, tehát volt árvíz, aszály. Most hogyan látja, mit mondanak a szakértők, hogy az idén milyen lesz a mezőgazdaság helyzete, teljesítése? Hát korai még, hogy igazán megbecsüljük, hiszen jó pár hónap van előttünk. Én optimista vagyok, arra számítok, hogy az idei esztendő az jobb lesz, mint a mögöttünk hagyott 3 év, hiszen 2010-ben már ugye fél évkor alakult meg nagyjából a kormány. Mindig vannak, akik azt mondják, hogy a termés, a mezőgazdaság teljesítés az a jó időjárásnak köszönhető. Hát mondjuk éppen Gőgő Zoltán szokta évelején elmondani, mondjuk januárban, hogy az azért már nem lehet jó. Utána, amikor mégis jól sikül, akkor évvégén meg azt mondja, hogy a jó időjárásnak köszönhető. Tehát tényleg így, ha visszanézünk a memóriánkba, visszakeresünk egy kicsit, tehát tavaly például március 15-én hó volt, utána nyáron jött egy olyan asszály, hogy 100 napig nem esett egy csepp eső sem. Ez volt 13-12-ben. Arra is bizonyára emlékezünk, akkor szintén egy hihetetlen forró aszály volt. Előtte pedig rekord csapadék esett, tehát 1000 milliméter esett, ami a Tátra környékén szokott előfordulni, itt Karcagon is. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy az időjárás kedvező volt, tűrhető volt, de a gazdák alkalmazkodtak hozzá.
és az állam is az, hogy mondjuk mi a agrártámogatásokat egy gyorsított ütembe fizetjük ki. Nem egy fél év alatt érkezik meg, hanem két részletbe viszonylag hamar jut el minden termelőhöz. Tehát a jogi környezet, a finanszírozás, hogy ne kelljen egy hitelt fölvenni, de legfőképpen a gazdák szervezőkészsége, alkalmazkodó képessége és szorgalmat tette lehetővé az, hogy tudtunk termelni, mondjuk azt, hogy hamarabb kell elvetni a nyári termés, a nyáriakat, azért, a kukoricát, azért, hogy beérjen, mert az időjárás már megváltozott a nyáron olyan forróságban, hogy tönkre menne, megsülne. Ezért előrébb kellett hozni a vetést. Tehát az agrotechnológia az alkalmazkodik, agrotechnika alkalmazkodik ezekhez a kihívásokhoz. Ez nyilván kell egy szakmai háttér is, pénzügyi háttér is, de a magyar gazdák, hogy említettem, tudnak termelni. Hagyni kell őket, hogy amit el akarnak élni, de demonstrációkkal legyenek kénytelenek kiharcolni, hanem együttműködéssel, az érdekeknek az összehangolásával, egyeztetésével, ha kell gyors segítéssel, el tudjuk azt élni, hogy a mezőgazdaság egyes területei, és ezáltal az egész is sikeres legyen. És térjünk át az országos politikáról egy picit itt a választó körzetünkben. Ugye miniszter úr 13 másik képviselő jelölt el a Jászlánykun-Szolnok megyei 3. számú egyéni országgyűlési választókerületben indul képviselőjelöltként. Tudom, hogy járja a választókörzetet, naponta több helyen is megfordul. Beszélget az emberekkel, hogyan látja, hogyan élnek ebben a választókörzetben az emberek, milyen problémákkal keresik föl, mi az, amit önnek kommunikálnak. Az emberek bizakodóak, bár nincsenek könnyű helyzetben, tehát azért nagyon nehéz talpra állni devizahitelekből, munkanélküliségből, a leromlott úthálózat, egyáltalán az a helyzet, amit örököltünk 2010-ben, a sok szempontból kilátástalanság érzetét keltette, de haladunk előre. Tehát látszik az, hogy van fejlődés itt a körzetben is, és emiatt az emberek optimisták. Én több ezer, sőt több tízezer nagykunsági tiszavidéki lakossal találkoztam mostanában, egyébként tavaly is, meg tavaly előtt is, mert én folyamatosan járom a vidéket beleértve itt a szülőföldemet is, és azért minden településen vannak beruházások. Tehát amikor egy 1100 lakosú falu azt tudja mondani, hogy 500 millió forintot tudott fejleszteni, vagy egy kétszer akkora település 1 milliárdot. És ebben vannak munkahelyek is, mert mondjuk egy startmunkánál egy hízalda, vagy egy kertészet, egy tyúkfarm azért nem egy köztelt fenntartói, sepregetői kategória. Vagy szennyvíz, vízberuházások zajlanak, kútfelújítások, templomok újulnak, meg turisztikai szálláshelyek, bemutatóhelyek, savanyító üzem, kikötőépítés, tehát sorolhatnám az összes olyan munkát, amit zajlik a térségben. Látszik az, hogy a vidék felértékelődött, újra fontos lett, és nekünk az egyik legfontosabb célunk az, hogy legyen megélhetés, legyenek olyan életkörülmények itt vidéken, amely lehetővé teszi azt, hogy boldoguljunk a saját szülőföldünkön. Tehát én ezt látom az embereken, és ezeken akár átadunk valamit, akár egy projekt indul, több százan vesznek részt. Mert érzékelik azt, hogy lezárult egy olyan korszak, amikor a vidék rombolásáról, a vidék elhanyagolásáról volt szó, most pedig építőmunka zajlik. Itt Karcagon, de ezt jól tudjuk, csak az ipari parkhoz akarunk eljutni. Felüljáró, aluljáró, új gyár épült, új termálfürdő, középületek felújítása zajlik, óvodáké. Például a belvárosban hamarosan megindul a Városháza, a Délini piac felújítása is. Tehát egyszerre halad az élet valamennyi területén előre a város és a környezete is. Ez fontos. Látnunk kell, hogy tudunk fejleszteni akkor, hogyha a pénzeket célszerűen használjuk fel, hogyha van egy felelős kormányzás, és az adósságteher alól kibújva a lehetőségeink csak nőni fognak a jövőben, de ez az is szükséges, hogy ez a szemléletmód, ez a felfogás, ez megmarad. Gyakorlatilag most sok olyan dologról beszélt, amire még így szerettem volna rákérdezni, de miniszter úr most ezeket elmondta. Ha Karcag, tehát most így szűkítettük ország, választókerület, és most szűk hazánkra, Karcagra vonatkozóan elégedett az elmúlt 4 év eseményeivel, eredményeivel, beruházásaival?
Hát én sosem vagyok igazán elégedett, mert mindig szeretnék többet és még többet. Én azt hiszem, hogy egy gazdasági világválságból kilábalóban ennél sokkal többet nem lehetett kihozni. Nincs egyetlen olyan kihagyott lehetőség sem, amivel bárki tudna példálózni Karcagot. Más településeken tudnék én mondani jó néhányat. Mert megnézzünk mondjuk két falut egymás mellett itt a Tiszavidéken, vagy a Hortobágyon, mondjuk megnézzük Tisza-Szent Imre, Tisza-Őrs, Tisza-Igar, Tomaj-Monostor, a Tisza-Szőlős, ezeket a településeket látszik, hogy szembetűnően fejlődnek. Nagy Ivánon pedig ott tartanak, hogy a szennyvizet, amit megfizettetnek a lakosokkal, a szennyvíztisztítóért kiviszik a Hortobágyra és leengedik ott a védett területen. Tehát azért vannak a környezetben is ellenpéldák, de Karcagon mi kihasználtuk a lehetőségeket a fejlesztési pályázatoknál, a beruházásoknál. Szerintem a következő ciklusnál a legfontosabb feladat az, hogy nőjük ki az ipari parkot. Most is tárgyalunk olyan befektetőkkel, akik ide fognak jönni, reményeim szerint komoly foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak, és azt a mezőgazdasági, illetve környezetvédelmi ágazatot erősítik, amiből élünk, ami itt a legfontosabb, legmeghatározóbb terület. De más iparfejlesztések is folyamatban vannak, mert önmagában a mezőgazdaságból nem tudunk megélni, fel kell dolgozni azt, amit megtermelünk, lehetőleg mi dolgozzuk fel, ne kerüljön máshová, ne kerüljünk külföldre, ezáltal tudunk még több munkahelyet teremteni. Tehát ez biztató, és az ország helyzete is mutatja azt, hogy Európa legiparosodottabb három állam közé sikerült kerülnünk, kecsegtető a befektetőknek Magyarország, de a belföldi befektetőknek is az. És ez mutatja, hogy egyre több és egyre jobb munkahely lehetősége nyílik meg hamarosan. Én abból indulok ki, amit a kormány filozófiája is tartom, az, hogy mindenkinek dolgozni kell ahhoz, hogy Magyarország előrébb lépjen. És ebben benne van az is, hogy mindenki tud is majd dolgozni, mert a munkahelyeket a magyar emberek részére tudjuk biztosítani. Megszervezzük befektetéseken keresztül, startmunkán keresztül, a piaci szektoron keresztül. Ez az elkövetkező 3-4 évben meg fog valósulni. Hogyha Karcagnál maradunk egy picit, így egy utolsó kérdés erejéig, akkor ugye számtalan beruházás, felújítás zajlott, illetve zajlik jelenleg is a városban, hamarosan indulnak újak is, ugye javítják, építik a Karcag-Kumodaras közti utat is. Mi az, ami még miniszter úrnak titkos vágya, hogy igen, ezt még itt meg fogom csinálni, vagy meg fogjuk csinálni itt Karcagon? Mi az, ami még ön szerint felújításra szorulna, vagy régóta dédelgetett álom, csak még nem jutott lehetőség arra, hogy megvalósítsák? Hát több ilyen van, tehát én nem koncentrálok egy-egy kiemelt területe, mindegyik fontos a számomra. Ahogy említettem, az ipari parknak a megtöltése, feltöltése és egy harmadik ütemnek a létrehozása, amikor kinőttük ezt a kettőt. A másik az, hogy a közlekedési feltételek javítása. Itt azért a M4-es autópálya kiépítése a Szolnok északi elkerülővel óriási előrelépés lesz. És szerintem a hiányzó szakaszokat a fő és a mellék útvonalaknál meg kell csinálni. Északi irányba most elkezdtük a Füzesabony-Tiszafüred szakaszt, ugye ennek össze kell majd élni a Karcag-Kunmadarasival. És amit én még ide szeretnék tenni, turizmus szempontjából fontos, egy összefüggő kerékpárút hálózat is ide tartozik. Tehát az, hogy a közlekedés és az ipari parkon keresztül a munkahely teremtés lehetőségei is javuljanak. A másik az, hogy a helyi feldolgozás, még több vágópont, gyümölcsfeldolgozó, szörpüzem, tésztaüzem, tésztafeldolgozó, tehát ilyen kis üzemekből még Karcagon jó néhányat létre tudunk hozni az elkövetkező időszakban. Ehhez megvannak a Európai Uniós támogatási lehetőségek is. Tehát én ebben a komplexitásban gondolkozom, és ahogy említettem, a célunk az, hogy Karcagon és egyáltalán Magyarországon a környékben se legyen egyetlen munkanélkül is. Aki szeretne dolgozni, aki akar dolgozni, az tudjon elhelyezkedni. Ez a legfontosabb, és ezáltal el tudjuk kérni azt is, hogy a magyarság fogyását megfordítsuk, és újra egy növekvő létszámú, erős és magabiztos nemzet legyünk. Egy erős nemzetállami keretek között, nyugodt körülmények között dolgozó társadalom. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és én kívánom, hogy amitről itt a végén beszélgettünk, ezek a célkitűzések teljesüljenek. További sikeres munkát kívánunk önnek, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.